Alpha City 2018. I now realize there are only two kinds of drivers in the world. Alfa Romeo drivers and those who want to drive Alfa Romeos. Elindultunk, itt vagyunk már az M5-ösön. Megyünk az Alfa Romeo 147-esünkkel a 2018-as Alfa City-re. Zánkán! Hét után ismét itt vagyunk Alfa City-ben. Most is vettünk egy vagyonért pólót, amit csak itt hordunk. Briggyel való kapcsolatom még lehet, hogy itt egy negatív fordulatot vesz, mert ő azt mondja, hogy neki nem kellene a 4C. Hát, mire használnánk? Ez egy játékautó. Játszásra használnánk. Jaj, jaj. Na, másfél, mi a szituáció? Ide értünk. Több mint 3,5 óra autóút után. Itt vagyunk, be vagyunk csekkolva. Vettünk pólót. És hűtőmágnes, és most esszük a megérdemelt vacsorát. Lángost! Fokhagymával. Pontosan egy éve voltunk legutóbb a Balatonon, ugyanígy a Alfa City-n. Kipróbáljuk azért, milyen a víz. Milyen hideg? Igen. Nagyon kis hideg. Extrém hideg? Extrém hideg. Hol vagy most, Norbi? A Balatonban, a Zánkai partján. És egyébként így már nem is olyan hideg. Egy Heinekennel sikerült javítani az életszínvonalat itt. Picikén szemerkívül az eső, de ahhoz az előrejelzéshez képest, amit mondtak a hétvégére, erre nincs panasz. Ez a part egyébként gyönyörű, nekem nagyon tetszik az Ánkai part. Már az egész Balaton part hasonló, de nem tudom, gyerekkori élményekre emlékeztet, nagyon tetszik. Szeretem a Balatont. Ez ebből jön. Kemény, kemény. De gyönyörű ez a 156-os.
Két olasz rendőrautó, tavaly egy 156-os volt. Tavaly is itt voltak lakókocsisék. Mennyi alfa? Bízom. Végre sok. Tavaly nem volt ennyi alfás pénteken. Aha. Este. Azért emlékezzünk meg, hogy az első mozdulat a Brigittának, amikor belép ebbe az egyébként nagyon szépen felújított táborba, hogy letépi a függönyt. Hát az véletlen. Véletlen. Ez a vandál, vandál hozzáállás. Hova, hova? Gyerünk le a partra, a Citybe. Ja, hát most kell. Na hát akkor itt vagyunk a 2018-as Alfa Cityn, ez már július 7, végre kintották a kaput, bejöttünk, leparkoltunk. Az idő nem az igazi, de ezünk iszunk autókat nézni. De milyen? Hát mit tudom én? Ilyet. Lamborghini. Ez érdekes választás. Tekintve, hogy nem az FCA csoport tagja a Lamborghini, de... Lambó, bambó. Te szeretnéd? Ezt választottad? A kedvenc tuning? Hát a színem jó. Ragasszom.
ugye végigjártam ezt a sort, én kb. 200-at számoltam pluszban, úgyhogy szerintem mire itt befejezzük és fölérünk a bejárathoz, meg lesz az 1000. autó. És akkor őt személyesen köszöntjük. És akkor őt személyesen fogjuk köszönteni egy Alpha City belépővel. Ha első bálozó vagy ti is, azok vagytok. Van külön ajándék, amit eztek isztok, ti fizetitek, jó? Köszönjük. Figyelj, tudod, hogy a szívem nagy, bármi belefér. Nagyon köszönjük az Alfa Romeo Magyarországnak most már hosszú éves támogatást, és hogy gyakorlatilag a teljes portfóliót ugye kiállítottátok, van minden. Nem volt egyszerű küldetés, de aki tud, az tud. Na hát ez egy utólagosan kábriósított 156-os. Hát igen, tető volt valamikor.
Brigitta, mit gondolsz az idei Balcsiról? Hideg. Pedig már kisütött a nap egyébként, úgyhogy amúgy tök kellemes idő van. I now realize there are only two kinds of drivers in the world. Alfa Romeo drivers and those who want to drive Alfa Romeos. Az Alfa Romeo Senior Q a színpadon! Kérem szépen, hát akkor jöhet az a hang, amivel az Alpha City közönsége ünnepli a Stelliókat. Hadd szóljon, és szóljon az autóból is. Na, júj, de
brutális, hogy finom fagyit eszünk. Sós pisztácia meg van, így csak. Én meg szeder és citrom. Mesélj, Brigi, hogy mi tetszett neked Alpha Cityben? Semmi. A tavalyihoz képest annyival volt jobb, hogy vettünk egyenpólókat. Mit gondolsz az Alpha Cityről, Normi? Azt gondolom az Alpha Cityről, hogy baromi frankó, hogy van egy ilyen nagy rendezvény. Úgy kell az Alpha Cityt értékelni, hogy nagyon sok különböző ember megy. És nagyon sokfélenek kell lennie az Alpha Citynek ahhoz, hogy a nagyon sok különböző embernek az igényeinek megfeleljen. Itt vagyunk például mi. Mert mi nem vagyunk azok a klasszikus autóbütykölő, autórajongók, nem vagyunk azok a tuning arcok. De tök jó látni, hogy azok is jól érzik magukat, meg mi is úgy jól érezzük magunkat úgy, hogy egyszerűen csak sétálunk a szép autók között, élvezzük a strandot, meg a sót, meg eszünk egy lángost.